újabb botrány a végrehajtói karnál, a Mi Hazánk rendet és tisztességet követel végre a végrehajtásokban. Különféle forrásokból is érkeztek hozzánk dokumentumok és információk arra vonatkozólag, hogy miként is kellene lezajlódnia a soron következő elnök végrehajtói karnál az elnökség választásnak. Ez a dokumentum aláírás alapján dr. Petris Csabától származik, attól a Petris Csabától, akit Rizs Fedő néven hallgattak le a nyomozati iratok alapján. Ezen kívül 5 személyt jelöltek meg ebben a dokumentumban, hogy kiket szeretnének az elnökségi tagok között látni, és az elnöki pozícióra is konkrét utalás van. Igaz, ennek a valóság tartalmát közben az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar is kétségbe vonta. Így fogalmazott pontosan az utóbbi, hogy szeretnénk felhívni a tisztelt tagság figyelmét arra, hogy a levélben hamis információk szerepelnek. Nem tisztem megítélni, hogy pontosan melyik részére is gondoltak ennek a levélnek, hogy azok hamisak, de az tény, hogy már a nevek és az információ a levél kiküldése előtt is nyilvánosak voltak számunkra, és megkaptuk ezeket a neveket. Jól mutatja a Fidesz és a végrehajtó kapcsolatát a nevek mellett feltüntetett információk. Az összes jelölt, akiket megjelöltek, frissen kinevezett végrehajtók, így már maga a szakmai megalapozottságuk is egyébként kérdőre vonható lenne erre a pozícióra. De ne legyenek illúzióink, ha valós, ha nem a levél tartalma, az egész parádi motivációja nem lehet más, csak a haszon és a pozíció szerzés. Kérdés az, hogy miért a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak kellett kiadnia ezt a nyilatkozatot szemben dr. Petris Csabával, ugye, aki aláírta ezt a dokumentumot. Vajon a karon keresztül került kiküldésre, vagy pedig a végrehajtó irodán keresztül? Meddig fogja még Varga Judit a miniszterelnök bizalmát élvezni? Egyes információink szerint viszont már a különféle megyei revizorok a végrehajtónál már telefonon is kampányoltak a levélben szereplők mellett. Miért tették ezt, hogyha ezek nem valódi tartalmúak? És talán a legfontosabb kérdés az, hogy mikor lesz már végre rend a népnyúzó végrehajtóknál, és meddig fognak a magyar emberek nyomorán megkeresni évi több százmillió forintot. Felháborító, hogy a kirombant Schadl-Völner botrány után sem a kormány, sem a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, sem pedig a új szuperhatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága sem lép semmit érdemben, és sorra halmozzák a botrányokat a végrehajtók. A Mi Hazánk mozgalom ezért követeli, hogy végre rend és tisztesség uralja a végrehajtást, és ennek előmozdítása érdekében mielőbb lépjenek fel. Petris Csaba pedig mielőbb nyilatkozzon a kikerült dokumentummal kapcsolatban, és ne a kar védelmező szárnyai alatt húzza meg magát sunyi módon. A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja pedig még mindig az, hogy újra non-profittá kell tenni a végrehajtást, mert semmi más megoldás nem látszik arra vonatkozólag, hogy egység és végre az adósok érdekei is érvényesüljenek a végrehajtási eljárások folyamán.